Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Blaha Lujza térről. És most a Hungária kocsiszínbe, villamos kocsiszínbe lesz nyílt nap, és oda fogunk innen elmenni, majd kb. 10 percben fog jönni egy UV, ami egyenesen oda visz. Igen, mindjárt meg is mutatom, itt a Népszínház utcai villamos végállomáson lesz. Pillanat. Szóval itt van az UV, lehet, hogy az előbb nem sikerült fölvenni, de mindjárt fel is szállunk, és kb. 9 perc múlva fog indulni. És itt van az olisünkbe. Ott a 28-as, igen, az a végül. Na, ide, közben megérkeztünk a kocsiszínben, most volt kopunyítás nemrég. És nagyon sokan már megtalálták a pályacsengőt is a villamoson. Már most éppen csönd van, most legalább tudunk idehozni. Na, srácok, itt vagyunk bent a... Jaladunk, de és egyébként itt van a felhozatal, van megint minden. Na, majd még később jelentkezek meg, utogatom itt a többit. A legmodernebb, meg a már nem közlekedő nosztalgia villamosok itt egymás mellett. Sőt, kamera is van, vegyük egymást. Bencével is találkoztunk. Zoli is itt van, meg Extreme Presence is itt van. Hát azért nem csak Bence az egyetlen YouTube sztár, aki itt van. Itt vagyok én is, de nem látszik. És mindenki videózik. Húseplő muki van még itt, meg a kombinó, de hát ez nem annyira újdonság, mert ezt minden nap lehet látni a körúton. Még nincsen. Hát ez valószínűleg egy ilyen felújított. Még nincsen összehányva. Igen, ez... 4-es, 6-os ugye? Ezt nem az éjszakai műszakból vették ki, az látszik, vagy legalábbis kitakarították előtte. Valószínű. Inkább az utó. Nem annyira rókabőres a belseje, mint szokott lenni. Abban nincs lehányva a villamos, ezért szép. Hát nem az éjszakai műszakból vették ki az... Nyilván kocsiszínűen van. Vagy ezt nem vitték ki, ugye? Ezek viszont ezt nézzétek, hát akkor mit mik vannak itt. Ez miért nincs kirakva? A villamoson, amiért sose rakják ki, meg sose. Na ez az a villamos, amit még mindig vadászok, és sose sikerült még elkapni vonalon. Ezt a 7476-os pályaszámú mérővillamos, de ezt egyszerűen képes. Hát mert nem jelzi a futár, hogy hol van. De hát ez azért, hogy nem jelzi a futár, hogy hol nem. Van. Csak ezt nem jelzi, hát különben már régen lefotoztam volna. De mondjuk a nosztalgiákat se jelzi. Hát az értető, azokban nincs futáros most vonal. És most már 4.50 egy BKK. Ja, de csak a sofőrtől veszed, nem amúgy 3.50. BKK itt vannak a régi jegyek. Ez volt Erzsébeten is, most nem megyünk, ott tesztelték. Meg ott előnél van még egy telepasztal. Na, itt van az áramszedő. Itt a villamosos telepasztal. Az pedig a Szegedi tátla. Akárhogy olyat nem lehet. Térben ott egy UV. És ott érkezik a banán. Ja. Ilyet fotóztunk, ugye ezért tudat volt, de azt nem mondjuk be a videóba. Ezt nem mutattam az előbb a Szegedi tátrán, de mindjárt megérkezik a prágai. És milyen párnyak itt a prágai. Jó, ilyenekkel utaztam 2 éve Prágába. Én még nem utaztam, de jó lenne már itt a Prágába azért. Jó, de tudod, hogy azért... Itt van a jéger. Jó, ezt egy kicsit visszaütörítettem. Vannak tudjuk, hogy egy olyan. 51A. És ott jön a banán. 51A. Ez nem az szép. De áll mindjárt a Jägermeister mellé. Jägermeister. Tényleg a gyógyszer. Megy a jégeres. Ez a mi... Van a kéne csinálni majd csoportot. De van a csoportok, amely a felvételt is lehet csinálni. Olyan, mint az egyébként. Nagyon szépen.
tulajdonképpen ez nem UV műszerfal, hanem IJ műszerfal, mert ez a... IJ? Viszont ez a kontrollernek nem az. A kontroller az UV-s, de ez a műszerfal az inkább IJ-s. Hát igen, ez el tudom képzelni. Az inkább IJ-snek. Kicsit több rajta a lámpa, igen, ez valószínűleg nem UV-s. A 2230 nézőt. A Cafot ezt hozták most egy nézegetében. 22-30. De hát itt a 50-ink a 3-as villamosa minden napos jelenség ez. Na ezt nem mutattam még meg nektek a Bengálit. 12-33-as pályaszámú Benga, és ez még utasforgalomban is ki fog menni. Remélhetőleg. Hát, van mellette egy tátra, igen, megint megtalálta valaki a pályacsengőt, nagyon jó. Ez az izé. Ha nem nyomogatnád azt a csengőt, nem is tudnánk, ki van a villamoson. Tényleg köszönjük. Tavalyi kombinó, idei kombinó, meg egy KCV. 1356-os. Ez van még itt, meg itt van még a... Hát a 76-86 tanulót átadta. Erre szokott a legtöbb utas panasz jön, hogy a megállóba ott hagyja az utasokat. Tényleg hatalmas, nagyon sok utas panasz jön a BKK-hoz a 76-80-asra. Azaz. És le van szedve a gulkolasz. Egyébként ebben a tátrában még nem voltam belőle sose, de most láttam először én is. Ez a 76-81-es tanulótátra. Igen, és kivászok. De amúgy ezek mélyre mennek itt közébe, ilyen oszkalzik, ennyire. Nekem nem is kell mondani, Zoli elmondott mindent erről a villamosról. Igen. Amit én is elakartam. Szokás. De vagy a Jani! Ha már így nyitva van az ablak. Ja, az. Toljuk ki a kezünket az ablakot, tudj kihajolni, veszélyes. Nyomd a kilőtöt, mert még nem csüketültem meg teljesen. Dani, kihajolni, veszélyes. Kihalni esélyes? Kihajolni veszélyes. És itt még nem kihalni esélyes? Mi van? Valahol leszre kihalni veszélyes. Hát ne hajni veszélyes, vagy kihalni esélyes, az úgy. Gyertek, mert cseng a fülem. A jármű a megálló helyeken csak akkor áll meg, ha van felszálló utas, illetve ha a leszállási szándékot időben érsz ki. Ja, ez az! Na, valaki a futárt is megtalálta, jól van? Igen, nézzük már meg. Tanulról járom, az örökkel. Akkor, hogyha Bence már hazament. Na, villamosították a 9-es buszvonalát, és pécsineket is építettek rá, mit látjátok. Meg a kombinót. Elindul a kombinó Kőbánya alsóra. Kőbánya alsóról Óbudára. 9-es villamos. Gyorsan lerakták a sineket Óbudáig. 9-es. 9-es, ja. Ja, villamosított 9-es. Azaz. Kőbánya alsó. Gyorsan lerakták a sineket. Ilyenkor kell magasnak lenni, vagyok. Látszik? Kifoldatható LCD, ilyenkor jó. Ebben már nem vagyok. Szükségülkéktel fazél? Zolinak jó lesz a videója. Nem, milyen kevésbé. Én nem csinálok, nem podcastok. Még kiejtem a telefonok közömből, hogy én nem hoztam Lidl a szatyrot. Azt nem is vettél táblát. Nálom sima fehér szatyor van. Malád? Oda megy. Stupa. Elhúzza. Elhúzni el lehet az... Nem, 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 n
felemelte, azért róg az eleje, nem is a levegőben. Kettő darú felemelni az egészet, nem? Csak lehet, nem áldozom. Az a te medve, jól látom. Szegény tátra, hogy megalázhatom, hogy érti magát. Össze is szállvágetik, hogy miért azt nem is csinálok, hogy semmit. Kerekeken könnyen meg ki lehet tudni. Megtalálható a járvára számítokat, hogy a kerül, azokáig pedig az eszközségük segítségek az előttet, a szállítók, a megtalálható a járvára. Valami nagyon ráfeküdt a csengőre. Biztos. Na, ezért a rendezvény végén, ismét itt az UB, ezzel jöttünk, ezzel megyünk. Jó, srácok, itt vagyunk az UB útkocsival. Zoli itt van, meg Extreme Presence is itt van. És akkor ezzel 12:20-kor indulunk a Blahára vissza, nem áll meg sehol. Úgyhogy körülbelül 20 perc múlva start. Jó kis fapados. Egyébként ezeken nőttem föl, 47-es, 49-es vonalakon pótkocsiban. Mindig ide kértem, hogy üljünk be anyámat. Jól emlékszem, 2007-ig jártak ezek menetlen szerint. Vagy 2006, vagy 2007. 2007 augusztus 20, igen. Igen, a Szabi híd felújításáig jártak ezek. Utána jöttek az iparik. Akkor még nem laktam Pesten, úgyhogy én sokat nem utazgattam UV-val menetben, szerintem egyáltalán nem. Igen. És akkor találkozunk egy következő videóban. Mindig is Adani-val. Ja, igen, érdekel, mindig itt vagyok. Adani meg Extreme Presence. Sziasztok, addig is akkor. Csüsszik, amikor videósok összejönnek.